A mézes kalács ember. Volt egyszer, hol nem volt, élt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony egy apró öreg házban. Nagyon szerették egymást. De mivel nem volt gyermekük, rettentően magányosak voltak. Annyira magányos vagyok, bár csak lenne társaságunk, kedvesem. Az nagyon jó lenne, de hát a semmi közepén lakunk. Senki nincs, aki meglátogatna minket. Az öreg asszonynak támadt egy ötlete. Ha? Megvan! Sütök magunknak egy mézes kalácsembert! Az öreg ember nem értette. Ugyan már egy mézes kalács embert, tehát milyen társaság lesz az nekünk, kedvesem? Azt majd meglátod. Az öreg asszony alig várta, hogy megsüljön a mézes kalács ember. Ahogy kitette az emberkét az asztalra, már nem is volt annyira magányos. Képzeljétek csak el, hogy megdöbbent, amikor a mézes kalács ember életre kelt. Úgy látom, te tényleg jó társaság leszel. Ám a mézes kalács ember egyáltalán nem akart a kis öreg házban élni. Ő világot akart látni. Felugrott az ablakpárkányra, és a néni utána kiáltott. Várj! Mégis hová mész? Megyek! Szórakozom egy kicsit! A zaj hallatára az öreg ember kiment a konyhába. Ha? Itt meg mi történt? A mézes kalács ember azt mondja, el akar menni. Ha? Megint egyedül maradunk. Az öreg ember nem akarta, hogy az öreg asszony szomorú legyen. Lassan odament az ablakhoz, hogy elkapja a mézes kalács embert. Gyere csak ide! De a mézes kalács ember kiugrott az ablakon, és futás közben ezt kiabálta. Fuss, ahogy csak tudsz, de engem nem kapsz el! Én vagyok a mézes kalács ember! Nagy fiú vagyok! Az öreg ember futott, ahogy csak bírt. De a mézes kalács ember sokkal gyorsabb volt nála. A mézes kalács ember meg sem állt a falu széléig. De szép! Ez gyönyörű! Azt hiszem, itt szeretnék élni. Elhatározta, hogy körülnéz a közeli mezőn. Séta közben fütyörészett, aztán hirtelen ott termett előtte egy tehén. És azt mondta. Hát te kis ember, mégis mit keresel a legelőmön? A mézes kalács ember nem gondolta, hogy ennek a mezőnek tulajdonosa is van. Én oda megyek, ahová csak akarok. Valóban? A tehén közelebb lépett, és megszagolázta. Na hát, milyen jó illatod van, és én azt teszek, amit csak akarok. A tehén bele akart harapni, de a mézes kalács ember félreugrott, és azonnal futásnak eredt. Futás közben pedig azt kiabálta. Fuss, ahogy csak tudsz, de engem nem kapsz el! Én vagyok a mézes kalács ember, nagy fiú vagyok! A tehén követte egy darabig, de hamarosan kifogyott a szuszból. A mézes kalács ember ezután egy farmra ért. Elhatározta, hogy megnézi az istállót. Hirtelen egy ló dugta ki a fejét az ajtó fölött, és megkérdezte. Te meg ki vagy? Te még nem hallottál rólam? Én vagyok a mézes kalács ember. Tehát te mézes kalácsból vagy, mézes kalács ember? Igen, persze. A ló hátrahajtotta a fejét, és egy nagyot nyerített. Nagyon szeretem a mézes kalácsot. Aztán hirtelen kirúgta az ajtót, az ajtó pedig fellökte a mézes kalács embert. Ő azonban gyorsan felugrott, és futásnak eredt. A ló pedig nyargalt utána. Állj meg, gyere vissza! Éhes vagyok! Futás közben a mézes kalács ember ezt kiabálta. Fuss, ahogy csak tudsz, de engem nem kapsz el! Én vagyok a mézes kalács ember, nagy fiú vagyok!
A mézes kalácsember elérte a kerítést, de ahogy átugrott rajta, egy hajszál választotta el attól, hogy elüsse egy traktor. A ló utána kiáltott. Ó, nagy szerencséd volt, mézes kalácsember, nagyon nagy! A mézes kalácsember tovább ment, de megállt, hogy kifújja magát. Megtörölte apró mézes kalács homlokát a mézes kalács kezecskéjével. Talán mégiscsak a kis öregéknél kellett volna maradnom. Egyszer csak. Egy nyuszi ugrott ki a bokorból, és ezt mondta neki. Na hát, nézzenek csak oda, egy mézes kalács ember. A családomnak egy egész hétre elég lakoma lennél. Gyere csak, hadd nézzellek meg jobban. Ám a mézes kalács embernek cseppet sem tetszett ez a beszéd, és menten futásnak eredt. Futás közben pedig ezt kiabálta. Fuss, ahogy csak tudsz, de engem nem kapsz el! Én vagyok a mézes kalács ember, nagy fiú vagyok! A mézes kalács ember gyors volt, de a nyuszi elől nem volt menekvés. Minden lépéssel egyre közelebb ért hozzá. A mézes kalács ember beszaladt az erdőbe, hogy elrejtőzzön. Azonban a nyuszi kiszagolta. A mézes kalács embernek ismét menekülnie kellett. Futott, ahogy csak bírta a lábacskája, ám ekkor egy folyóhoz ért. Ó, de hát hogy úszhatna át egy ilyen kis mézes kalács emberke egy ekkora folyót? Ha belemegyek, elolvadok, végem lesz. Amíg törte a fejét, hogy mit is csinálhatna, megjelent egy róka, és ezt mondta neki. Gyere, csak ülj fel a farkamra, majd én átviszlek. Így biztosan száraz maradsz, és nem lesz semmi bajod. A mézes kalács ember megvakarta az állát, és elgondolkodott a róka ajánlatán. Te nem akarsz engem megenni? Még hogy megenni? Dehogy, csak szeretnélek megmenteni attól a nyúltól, Otni. A mézes kalács ember visszanézett, és látta, hogy a nyuszi már nagyon közel jár. Jól van, rendben. Átvinnél kérlek azon a nagy folyón. Ekkor elkapta a róka farkát, és felkapaszkodott rá. A róka lassan begázolt a vízbe, és elindult a túlsó part felé. Egy kis idő múlva azonban hátra nézett, és ezt mondta. Nagyon nehéz vagy. Ott már nem bírlak tartani. Mász fel a hátamra, kérlek. Ó, persze, már is. A mézes kalács ember pedig felmászott a róka hátára. Így jobb? Sokkal jobb. Amikor a folyó közepére értek, a róka ismét hátrafordult és megszólalt. Nehéz vagy. Nagyon nyomod a hátam. Előre tudnál mászni az orromra? Persze, meg tudom csinálni. A mézes kalács ember a róka hátáról előre mászott az orrára. Végül pedig elértek a folyó túlpartjára. A mézes kalács ember visszanézett, és látta, hogy a nyúl még mindig ugyanott vár rá a másik parton. Mondtam én, hogy úgy sem kapsz el! És ezt pedig csak is nekem köszönheted. A mézes kalács ember nagyon hálás volt a rókának. Köszönöm szépen, kedves róka! Most már igazán letehetsz! De a róka nem tette le a mézes kalács embert. Hátrahajtotta a fejét, és feldobta a levegőbe. Ezután pedig nagyra tátotta a száját. Ezt nem teheted! Én vagyok a... A mézes kalács ember belepottyant a róka szájába, az pedig lenyelte. Te voltál a mézes kalács ember? Igen. Tudom, és igazán ízletes voltál. Így aztán a mézes kalács ember megtanult egy fontos leckét. Vigyázz, kiben bízol meg, főleg, ha az ravasz, mint a róka.